kitűzött célunk az az volt, hogy a döntőbe kerüljünk, aztán evés közben jön meg az étvágy. Nagyon szeretnénk megnyerni a bajnokságot, a sporttörténelmi siker lenne mind a Tápió Szele, mind az Aranyszarvas csapat életében. Ugye mi egyesültünk a tavalyi évben, és ebből kifolyólag azért nagyon jó lenne, hogyha tudnánk rögtön egy ilyen nagyobb sikerrel nyitni a közös munkát, mondjuk így. Mindenféle vesztenivaló nélkül fogunk nekiállni a mérkőzésnek, és próbáljuk élvezni ezt a milliót, amit a Final 24 nyújt. Már sok tapasztalatunk van ebben, mivel utóbbi két évben is már játszhatunk itt a Final 24-en, ez a sorozatban a harmadik lehetőségünk, úgyhogy próbáljuk élvezni. Hála Istennek a csapat egybe van, jól működünk, rutinos játékosokkal vagyunk összepakolva, tehát végigcsináltuk a bajnokságot, hál' Istennek eddig veretlenül. Tehát reméljük, hogy ez megmarad a végéig. Tavaly ebben végigvertük az egész szezont, tehát az alapszakasz veretlenül végigcsináltuk, és a végén elvéreztünk, tehát ugye a labda gömbölyű, bármi történhet, de bízok a lányokban, és én biztos vagyok benne, hogy az arany ott fog csillogni a mi nyakunkban. Papírformát nézve sajnos a Dunakeszi azért emelkedett ebből a mezőnyből abszolút, de egy mérkőzésen, főleg egy döntőn, ebbe a millióbe, főleg a női mezőnybe szerintem bármi lehet. 100%-os teljesítménnyel jöttünk végig a döntőbe. Ugye a tavalyi évben is döntőztünk, de akkor még a csapat nem állt készen előrébb lépni. Én úgy gondolom, hogy ezen a döntőn nagyon szeretnénk nyerni, és nagyon bízik is benne mindenki. Készülünk a döntőre természetesen, ahogy valószínűleg az ellenfél is készül, és hát bízunk abban, hogy ha már ideig eljutottunk, akkor sikerül valami jó eredményt elérni. Egy mérkőzésről lévén szó, ott hogyha kellőképpen mentálisan nem felkészült a csapat, akkor ott történhet olyan, amit az edzők és a szakvezetők nem is kalkulálnak be. Na most mi bekalkuláltunk, és pénteken este csinálunk egy mentál tréninget még a döntő előtt. Én nagyon nagyra becsülöm az ellenfelet, tiszteljük őket, nagyon jó erőkből állnak, nem lesz egy egyszerű mérkőzés. Mi fölkészültünk rájuk, ismerjük őket, még ez idáig ők nem tudtak bennünket legyőzni, de ez az égvilágon kívül semmit nem jelent. A tavalyi döntőből kiindulva, amikor egy kapus védéssel sikerült megnyernünk, hát bízunk benne, hogy az idén is így lesz. Szerintem az idei szezon legnagyobb hangulata lesz ez minden. Én úgy gondolom, az összes döntős csapatot nézve biztos, hogy minden csapatot nagyon sokan el fognak kísérni. Azért nem mindig mindenki juthat el. Lehet, hogy valaki csak egyszer jut el egy ilyen döntőhöz. Ezt ki kell használni, és szerintem a szurkolók is így fognak hozzáállni.